Erőt, egészséget, kedves bajtársak! Ez a kavágim csinál, a raptorőmester szolgálatra jelentkezem, és mint ahogy láthatjátok, raptozni fogunk. Ugyanis a tavaszi vásár keretében belül ugye akciós volt a játék, és elég sokan ajánlottátok, hogy próbáltam-e már is, hogy miért nem próbálom ki. Úgyhogy itt az idő, hogy szerintem belekezdjünk ebbe is egy kicsit. Tudom, nem mostani a játék, szerintem mindegyik őtök nagyon-nagyon ismeri, és kívülről fogja tudni a dolgokat, hogy mi és hogy működik. Nekem viszont teljes mértékben új lesz a világ. Úgyhogy kezdünk is egy újat. Legyen így. Igen, Friendly Fire ne legyen. És akkor... Hát, esetleg tudjanak. Normára. Legyen így. Kezdjünk bele, vágjunk bele. Mondom, úgyis csak tőletek tudok szerintem tippeket, tükköket és egyéb dolgokat tanulni, úgyhogy szerintem nem kell bemutatni egyik őtöknek se a játékot, ahogy én hallottam, elég sok profi van köztetek, és elég sokat is láttatok már a játékból. Úgyhogy ez inkább csak ilyen próba nekem, hogy mégis milyen maga a játék. Ez a játék valahogy tényleg úgy kimaradt. Hát nem sok helyet kaptam amúgy dolgozni, mit kell csinálni. Aha. Nincs valami tutoriál? Hűha! Itt lesz baj! Aha, jó, hát erre rá kell jönni. Hű, mennyi nem te ki vagy? Oké, azok a hordók, reméljük, hogy azok nagyon-nagyon hasznos dolgok lesznek. Ezt nem értük el. Jön egy pár hordó, megpróbáljuk azokat kifogni. Meg ott van valami láda is. Aha, csak ezt nem érjük el szerintem. Ja, ez túl messze van. Hát, ahogy leelérhettük volna. Na mindegy, ezt még gyakorolni kell, ezt a kampódobálást. Reméljük, hogy a hordó az nagyon sok cuccot tartalmaz. Akkor arra lesz szükségünk. Aha. Tudom, hogy az, ami ott elúszott, az mi lett volna. Plasztik, aha. Ez is egy ilyen szánkönlendes jelleggel. Mondhatjuk ez a játék, tehát hogy víz van mindenhol. Úgy tudunk építkezni is. Aha. Na, ez már döfi. Ez jó volt, igen. T betű. Igen. Nagyon jó. És akkor hogy tudunk lapozni? First page. Oké, hogy tudunk építkezni tabba? Build hammer. Hát szerintem a kötél kéne először. Simple-ben. Igen, research table. Igen, ó. Oh. Na hát egy picit már is nagyobb a terület. Mondjuk az nem nagyon tetszik, hogy ez a cápa itt köröz, de... Ez van. De ezt jól elkaptam ezt a dobozt. Ott van egy sziget. Aha, tehát hogy akkor nem csak víz van, hanem sziget is. Úgy egyszerre több mindent is ki tudunk húzni, aha. Oké.
Most már egy kicsit nagyobb a terület legalább. Nem tudom, az a láncsa az felkeltette az érdeklődésemet. Aha, ez baromi sok kötél kell. Meg még több, hogy hívják. Hű, hát ez is nagyon sok minden kell. Jó, hát akkor... Jó, hogy a kampó az be tud törni? Az probléma is lehet még. Akár. Hogy sodródunk a sziget felé legalább. Te meg menjél már innen. Nem vagy szimpatikus, hogy itt körözöl. Mi? Oké. Okay. Hát így már biztos fixen nem leszünk barátok, azt már most megmondom neked. Sodródunk itt a sziget felé. Nem tudom, hogy mi történik akkor, ha neki megyünk, de... Vagy kellett volna valamit építsek esetleg, ami... Mondjuk víz az biztos, hogy jó lenne, az már egyszer fix. Aha. Nincs valami horgony amúgy? Na, ez kő kéne, nagy uram. Jaj, menj innen! Reméljük, hogy így nem megy el a hajunk. Hogy tudunk vajon másik? Aha. Oké. Okay. Ez... Fejszeke. Ezeket visszük. Nem tudom, mire jók, de visszük. Biztos jó lesz valamire. Igen, mondjuk az jó lenne, hogyha ezeket le tudnánk ütlegelni. Akker! Ott ő egyből rám támad amúgy, tehát nem viccel. Oké. Okay. Nem nagyon kell bemenni a vízbe, úgy látom. Hát ez is kő kéne, meg ilyenek. Sharkbait, aha. Nem vagy szimpatikus barátom, csak úgy szólok. Ja, hogy itt is tudnánk gyártani. Aha. Gyere csak ide. Tedd ide az orrod. Kis barátom. Gyere, ha mersz.
Jön ő. Hol vagy? Tudunk másik ilyen kapairgászót csinálni? Tudunk. Legyen egy tartalék. Oké, hogyan tudnánk őt elzavarni? Sehogy gondolom, ki kell végezni valahogy. Látom, hogy itt vagy ám. Ha? Az a baj, hogyha belemegyek a vízbe, akkor... Jaj, fogyik a vizem. Mondjuk ez probléma. Aha. Tehát így el tudlak zavarni, jó. Megölni nem, de elszavar. Remélem meg tudom ölni azért. Egyből megbosszulta. Jó, tehát nem lehet csak úgy össze-vissza mászkálni. Hát én ezt nem így gondoltam a remove-ot. Tehát ez csak ilyen egyszer használatos? Ez probléma. Jön az éjszaka is. Az másik nagyobb probléma. Kötelünk nincs. Plasztikunk, kötél. Aha. Tudjuk amúgy lögdösni ezt a tutajt, vagy? Vagy ez most beszorult ide, és itt maradunk életünk végéig. Menj tovább! Itt a kaja lesz a probléma, az már egyszer biztos. Ő, és itt az éjszaka is. Szerintem nem oda dobtam, de mindegy. Ez most vihar lesz? Ugye nem? Elég viharosnak néz ki amúgy a tenger. Mindjárt tovább megyünk szerintem. Hát remélem, hogy lesz még ilyen sziget. Szia, sziget! Jó volt veled. Oké. Nem barátságos a tenger. Vedd fel. Hát ebben a horg kidobálásban nem vagyok valami profi. Ez meg itt körözte, amúgy viharos a tenger, nem akarsz elmenni innen? Csak úgy szólok. Aha. Jó lenne egy izét letenni. Egy ilyen vízgyűjtőt legalább. Hol volt? Ja, itt.
Ja, hát ez levél kéne. Az igen, a szólmente, igen. Jó lenne valami háló. Aha! Meg lett. Kifogtuk. Na, túléltük az első napot. Hűha! Te mit akarsz? Menj innen. Nem, az már messze van. Jön velünk szembe egy. Igen. És akkor? Ebből hogy lesz víz, haló? Hát esik a... Esik az eső. Á, így. Jó. Ne menj el! Mire való vajon az antenna? Elég magányos, hánykolódunk itt a tengeren. És a kaja is egyre fogyóban van. Beleállt ez a vihar. Á, nagyon ügyes vagyok ebben a játékban, amúgy nem. A plenket, azt szedem, azt, azzal nincs gond. Elég ügyesen megy. A többivel viszont vannak problémák. Az itt egy cápa, mi? De nem. Igen, és hogy tudok inni amúgy? Haló? Aha, szóval így. De szép, hogy jön fel a nap. Tetszik. Jön cápali is, úgy látom, megint rágni akar. Menj innen.
Persze, hogy nem sikerült befogni azt a valamit. Elment egy hordó, pedig abban biztos lett volna bőven cucc. Nem figyeltünk oda. Ja, megint kell kampó. Ne! Menj innen! Vaj, te szemét! Aha. Oké, most már elfele dobáljuk a cuccokat. Van valami láda. Small container. Új, van nálam kettő is, aha. Pluszba, jó van. Hát ez a horgászás, ez... Vannak delfinek, elmegy a izé! Á, kell az a konténer. Kötél kell hozzá. Meg plasztik. Hát én meg a plasztik horgászat, ugye? Józsi, menjél innen, láttam, hogy itt vagy. Nem tudjuk forgatni, de... Hát, tegyük ide. Jó, éhes vagyok, tudom. Ügyes. Az a baj, mindjárt megint szomjas leszek. És akkor lesznek ám a nagy problémák. Ez megint plasztikkel. A delfinek azok jók, hogy itt vannak, vagy? Remélem, hogy igen, ott elkergetik a cápát. Vagy nem. Talább ez meg lett. Meg ez is. Adott egy csomó cuccot.
Á, nagy horgász vagyok, amúgy látjátok. Nagyon ügyesen megy. Oké, letesszük még egyszer. Igen, ez a csöbre kell. Csarapja ezzel ilyen hamar. Hát nem tudom megépíteni ezért. Nem lehetne betonból építeni, vagy valamiből? Hát abban a pillanatban szétrágja. Menjél innen! Bedobtam a kettő közé, az igen. Látom, hogy megint itt túlálkodsz. Látlak ám. Jajjaj, hordó. A levél. Eddig jó. Menjél innen. Szúrlak orba. Azonban nem tudsz horgászni is, meg őt is ápolgatni. Hú. A kajával lesz probléma, az már egyszer biztos. Igen, mondjuk ez probléma, hogyha korog a hasunk. Nem! Na, ha ne szórakozz már.
Próbáljuk bevédeni itt amúgy a helyet. Ne tegyet tönkre még egyszer a izé. Csak a kajával meg vagyunk lőve. Nem tudom, hogy fogunk tudni horgászni, vagy horgászni. Most van nyugodt a víz. Hogy tudom megjavítani. Közben elment a hordó. Francba. Jó, hát itt kaja problémák lesznek hamarosan. Nem tudom, hogyan kell horgászni. Aha. Tehát, hogy ilyen csalikat kéne. Aha. Jó. Ó, hát így is fogunk halat! Ha-ha. Hát meg vagyunk mentve. Ó, hát már abban a pillanatban is dobjuk rá a tűzre. Hát igen, tehát hogy ezt így megettem. Hé, hát ezt miért nem tudom itt megsütni? Jó, hát akkor... Jó, hallom, hogy valami baj van. Hát szépen nagyon lassan növeljük itt a dolgokat, meg lehet, hogy ki kéne megint pakolni ezeket a nyavajákat innen magunktól. Hát ez a horgászás, ez annyira nem vált be érzetre. Azt hiszem, nem tudom, hogy ezt hogy lehet megjavítani. Aha, lehet ilyen különböző fél dolgokat csinálni. Veszka kell. Hát a heringet viszont meg tudjuk sütni. Szeretnéd mi? Ha? Kis csávó.
Ezt is megtudjuk. Az már egy picit több kaját ad vissza szerintem. Oké, na most kell rájönnünk arra, hogy hogyan tudjuk ezt megjavítani. Középsegérgom, jó. Oké, akkor most már figyelni kell, mit mennyire rágott szét ez a cápali. Ah, jó, lassan rájövök amúgy a játék nyitjára, csak nagyon lassan. Most már a kaját is tudjuk, a vizet is tudjuk növelni. Menjél innen. Megint jó sok szemét úszik felénk szerencsére. Van amúgy ilyen kutató az, hogy biztos lehet előrébb is hallani a dolgokban. Megint kezd viharossá válni a tenger. Egy picikét. Ha. Hú, te szemét. Gyerünk, kevezz! Hát nem fogunk tudni oda menni. Csodálva. Ami jó lett volna. Na mindegy, hát megpróbáltuk, srácok. A függetlenül lehetetlen.
Mennyi nem most pont orgászok? Mikor Tamada van egy nagyobb sziget, lehet, hogy afelé kéne elvezzünk. Ó, te szemét! Ne, meg ez a cápa! Tudom, lehet, hogy a vitorla jobb ötlet lett volna. Oké, megjöttünk erre a csomadás sziget récskére. És azt mondja, plank meg kötél kéne. A kötél még csak hagyján a plankkel leszünk baj ma. Nem tudom, hogy ez amúgy mire jó ez a piros virág, de... Lehet, hogy még valami gyógyszer. Hűha. Na mondjuk azért nem ártana kimenni. Na, ebben volt szajri. El is dobtuk. Clay, yellow. Nem. Hát a watermelon az... az jobban tetszik inkább, mint ötletnek. Meg a kókusz. Komolyat ugrottunk bele a vízbe.
Ezeket kipakoljuk, a kötelet is, követ is. Menj innen, te szemét! Hagyjál már élni egy kicsit. Na nézd már oda. Azt hogy tudom kinyitni amúgy? Kő az van, csak itt van ez a bolond cápa is. Nincs nálunk plasztik. Hűha! Tenger nem viccel. Egész végig itt fog minket zaklatni ez a cápali. Az a probléma. Ez minden áron eltűnik. Állandóan leesek erről a hajóról. Azt igen, azt becsűrtem. Na srácok, hát ez egy elég kalandos utazás lesz, mint ahogy látjátok. Nem én vagyok a legprofibb raftos, az már egyszer biztos. Úgyhogy itt mentünk egyet. És hát köszönöm szépen a figyelmet. És akkor várlak vissza benneteket legközelebb is. Ha bármilyen tippetek, trükkötök van esetleg, azt nyugodtan várom, ugyanis mit látjátok. Tehát tényleg nem én vagyok a legprofibb. Soká leszünk olyan ügyesek, mint ez a hölgyike, aki itt ült és már fölhúzott egy komplett viskót ugye magának. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor tényleg várok vissza benneteket legközelebb is, addig is jókjátok, halljali, sziasztok!